Vállalkozók napja elnevezéssel rendeztek kerekasztal beszélgetést Szentlőrincen. A Baranya megyei vállalkozói központ alapítvány szervezésében már negyedik alkalommal gyűlnek össze a megye gazdasági szereplői és politikusai. Hosszú évek óta várja már a megye, vagy mondhatom azt, hogy ez a régió azt, hogy egy kicsit aktívabban bekerülhessen a nemzetgazdaságnak a vérkeringésébe, hogy a megye több háttérbe szorult része is gazdasági lehetőséghez jusson, új iparterületek, ipari zónák kialakításával, vagy akár a meglévőknek a bővítésével, fejlesztésével. A rendezvényen részt vett Horváth Zoltán kormány megbízott, aki az uniós fejlesztési ciklusban megvalósítható programokról beszélt. Mint mondta, számos ágazat részesülhet pályázati forrásokból, melyeket a kormányhivatal is támogat. Az öntözés lehetősége, az agrárium fejlesztésének a lehetősége, a vidék fejlesztésének a lehetősége. Mi mindenkinek ehhez támogatást szeretnénk biztosítani, legyen szó agrár- és vidékfejlesztésről, munkahelyteremtésről. Arra biztatunk mindenkit, hogy velünk együtt fejlessze a következő időszakot, mert hogy egy uniós időszak végén, de egy új időszak kezdetén vagyunk. Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke kiemelte, hogy a most következő 7 éves fejlesztési ciklusban megpályázható projekteket kell szem előtt tartani. Az a cél, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg megyeszerte, teljesen függetlenül attól, hogy ez területi operatív program, vagy GINOP, vagy más területfejlesztési forrásokból zajlik, amelyet a vállalkozók, a gazdasági életszereplői, az önkormányzatok és egyáltalán a Baranyában élő emberek fontosnak tartanak. Az eseményen nagy hangsúlyt fektettek az M6-M60-as autópálya új szakaszának megépítésére is. Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, leginkább ez a beruházás fogja meghatározni a régió szerepét a jövőben, ezért is fontos ez a találkozó. Éppen 2009-ben, 2010-ben a baloldal leállította az M60-asnak az építését. Azt egy első ütemben ugye a lehajtóág kivitelezésével sikerült felgyorsítani. Korábban a megye az önkormányzatokkal együtt elfogadta az M60-asnak az új nyomvonalát. Ehhez készült egy megvalósíthatósági tanulmány, rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel. 2022. februárjára pedig elkészül az a terv, ami alapján a kivitelezési eljárást el lehet indítani, tette hozzá a képviselő. Mint mondta, már 15 éve erre a beruházásra várnak.